Rammsteinnak a zenekar már korábban is rendezett, szervezett kis hangversenyeket, és hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy a két év kényszerszünet után ismét muzsikálhatunk és játszhatunk a kicsiknek. Felnőtt korukra ezek emlékeivel fognak hangversenyre járni és érdeklődni egyáltalán a klasszikus zene iránt. Ez különösen érdekes, és különösen sok lehetőséget tartogat a kapcsolódásra, hiszen itt a zene ötvöződik a Bábszínházzal, ami egy nagyon csodálatos dolog, és mind a kettő élő. Élményt ad, kapcsolódunk, ha olyan része van, akkor esetleg talán még információt, tudást ad. Vicces volt a előadás, az volt a legviccesebb, amikor a kutyus elugrott. Nagyon élvezhető volt, és azt tetszett, hogy így a mesét összekeverték az ilyen komolyabb hangszeres játszásokkal. Ezek a darabok hát szerintem elég ismertek, és nagyon élveztem, ahogy eljátszották, meg amikor a viharos rész volt, az is nagyon élvezhető volt, meg bele lehetett élni magunkat. És hogy úgy a gyerekek is élvezték, de azért mondjuk aki nagyobb, az meg ugye a zenét is élvezhette. A történet középpontjában ez a harmóniai keresés áll, és ezen az előadáson is ez volt a vezérfonal. Szerintem így sokkal, de sokkal könnyebb megszólítani a gyerekeket egy történeten keresztül hozzáillő zenei illusztrációkban. Igen, ez cél volt, hogy miközben ötvöződik a zene és a báb, míg tartsunk tényleg egy szintén élő kapcsolatot a közönséggel, és egy picit be tudjuk őket vonni, és részesei legyenek. És a közönség pedig most is nagy kedvel vett részt benne, és azt hiszem, hogy ez így igazolja, hogy érdemes őket bevonni, mert talán az élményt így még tudjuk fokozni. Gyertek el legközelebb is, és várunk titeket, pendüljünk egy húron!